Nos, hát sziasztok, srácok! Csomagom jött a Temutól ismét. Ugye említettem, hogy még fog jönni néhány csomag, és még ezen kívül még jön egy. Úgyhogy fasza, nagyon, eléggé. Na, van itt egy kisebb csomag, először ezt fogom kibontani, és utána fogunk áttérni erre a rohadt nagyra, ami még rohadt nehéz is. Úgyhogy most kicsomagolom, rendben nyomom, és akkor most másik kameraszög nem lesz sajnos, de jó. Fel is nyisszantottuk. Nos, a belseje így néz ki. Akkor kiveszem ezt. Itt van egy ilyen tisztító készlet. Nekem volt egy ugyanilyenem, csak az elveszett, úgyhogy rendeltem egy újat. Akkor rendeltem, ja igen, ez egy ilyen sima telefontisztító, aminek a doboz az már konkrétan szét volt nyílva. Ugye ezt így fel lehet tölteni, akkor ezzel letisztítod a telefonodat, és akkor ennek az anyaga olyan, hogy ezt csak simán lehúzod és bükszik. Na, illetve egy capture cardot, ami ilyen kis cuki, ezt majd ki fogjuk próbálni, hogy milyen. Márknak ilyenje van, vagyis hasonló, ez a tipikus legkínaibb, de remélem működni fog, úgyhogy majd nagy izgatottsággal várom, hogy mi lesz. Na, és akkor most jön a nagy csomag, amiben még én sem tudom, hogy mi van, szóval... De van egy sejtésem, hogy a lámpák. Úgyhogy... Na, ezt hogy nyissam ki? Na, így néz ki a kicsike. Itt van... Ja, hogy ezek még össze vannak celluxozva. Csak kijött. És akkor ezt így... Csak lejönsz még ma a kú... Anyád. Na! Ezt is dobjuk. És itt van a gyönyörű kis állvány a softboxokhoz. Ezek azért jobb minőségűek, mint amit vettem. Még annó. És hát szerintem ez így pont. Pont elég lesz. Na, és még van hozzá, ugye, maga a lámpa. Hoppácska, milyen jól néz ki. Baszki. Dik. Hát ez milyen jól néz már ki. És akkor még kaptunk hozzá ugye ilyen kis cukiságot. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz erős, mert nagyon remélem, hogy erős lesz. Na! Kicsit feljebb állítottam a kamerát. Felraktam, ilyen a kicsike. Lejjebb tolom. Így ilyen. Anyád! Na. Nem is rossz, aztán mondanom. Nem rossz. Akkor bontsuk ki a másikat is. Jaj, de miért csomagoltam ki a kábelét, én hülye? Ó, tényleg. Ez nem az enyém. Felkapcsolom ezt. Fölkapcsolom a másikat, ehhez nem nyúlok hozzá, csak fölkapcsolom. Nézd, lássátok, nem nyúlok hozzá. Csak villog, ezt kikapcsolom, ezt felkapcsolom, nem nyúlok hozzá ehhez, csak ezt megnyomom. Ezt fölkapcsol, ez meg kikapcsol. Nem bírja el valamiért ezt a nagy háromot. Úgyhogy, ja. Mondjuk most csak a gépbe van beledugva, de egyébként látjátok, hogy szépen világít. Na, azért.
akkor ezek tudnak mindenféle hőmérsékleten pompázni. RGB-t nem bírnak, de az igaz. Kiszúrom a saját szemem. Na. Bedugjuk. Most mind a kettőt kihúzom. Bedugjuk. Aha, USB videó. Na jó reggel. Komolyan mondom, ennek így ránézésre szebb a képe, mint az előző capture cardomnak, ami nem tudom hány ezer forint volt. Az úrésnek a stream linkje, azt hiszem. Na. És ugye kihúzom, akkor meg ez a... Akkor sötét. Kár. Azt hittem, hogyha nincsen jele, akkor majd ez a... Tudjátok, milyen jel fog megjelent. Ennyi ez a bemutató. Ennek eléggé így megnyomódott a doboza, úgyhogy még ezt kibontom, hogy lett-e probléma, mert hogyha lett probléma, akkor beperelem. Amúgy nem viccelek most. Nem volt szerintem ez 1000 forint. Ez a tisztító cucc. Na, nézzük. Na. Itt van a kis tisztító cuccunk. Ez ugyanolyan, mint a réginél. Ami itt van. Sőt, hát igazából azért vettem újat, mert a másik elhasználódott. Tehát főleg ennél a kis... Várjatok. Tehát volt ugye ez. És ennek ez a pehely része nagyon elkapott. Utána le is szakadt. Ez meg elveszett utána. És utána meg ez is elveszett a régiből. Úgyhogy azért rendeltem újat. Meg hát igazából csak azért rendeltem még, mert ugye csak a capture cardot akartam venni, de Temunában egy ilyen 4500 a határ, azt hiszem, ahol lehet rendelni, hogy az a minimum, amennyi összegért kell rendelni. És akkor azért választottam még ezt a két tisztító cuccot, meg még egy két oldalú ragasztót, ami majd megy. Lesz stúdió projekt, fejlesztés. És majd kell hozzá nem kevés két oldalú ragasztó, de lehet, hogy pillanatragasztó is kell majd. Meg minden ragasztó, ragasztópisztoly, minden kell majd szerintem. Úgyhogy... De nem árulok el sokat, megnézem ennek is a minőségét. Még jó lenne kideríteni, hogy hol a vége, itt a vége. Tökéletes. Szerintem ez úgy meg fogja fogni, mint még soha semmi. Ez jó cucc amúgy. Ez erős. Erős cucc. Ez a legokosabb ötlet volt a zsíros pofámra föltenni. Most már nem nagyon fog ragadni. Na mindig. Ezt a részét levágom. Úgyhogy... Legközelebb, basszus, Temuról egy klímát rendelek ide, mert kurva meleg van. Meg valami rohadt elős antibiotikumot, hogy gyógyuljak már meg végre. Hát majd, hogyha lesz erőm, beszerelem hátra, de most nem fogom kiúzni az egész asztalt. Úgyhogy nagyon szépen meg szeretném nektek köszönni a figyelmet. Úgyhogy találkozunk legközelebb, amikor megérkezik a másik csomag. Na, hali!